Dob eszkák volt ájne, de bizony csak egy volki van, és azt mindenki szerette. És ő olyan szeretett volna inkább lenni, aki kicsi, és akiből csak egy van, és akit mindenki szeret. Hát... Interaktív könyvbemutatón vettek részt a Bonyhádi Széchenyi Általános Iskola 4. osztályos tanulói. Az előadáson Arnold Krisztina írónő beszélt a gyerekeknek arról, hogy hogyan válhat valakiből költő. Az író-olvasó találkozó célja az is, hogy az esetleg bátortalan gyerekeknek segítséget nyújtsanak a verseik megírásában, biztassák őket arra, hogy érdemes papírra vetni az érzéseiket, a körülöttük zajló világ történéseit. Volt már rá példa, hogy mesélték, hogy jaj, hát én is írtam, csak nem tudtam, mit csináljak vele. Foglalkozom is fiatalabb költőkkel, tehát ha valakinek ilyen ambíciói vannak, nyugodtan fordulhat hozzám. Arnold Krisztina magyarországi német családból származik. Gyermekkora óta természetes volt neki, hogy otthon német nyelven beszélnek. Később német nyelven írt újságokba, majd a gyermekei megszületése inspirálta arra, hogy gyerekeknek szóló verseket és meséket írjon. Aztán, amikor megszülettek a gyerekeim 2005-ben, akkor álltam át igazából a gyerekversekre, mesékre. Aztán, amikor cseperedtek, úgy korosztályban is ezek változtak, és 2 évvel ezelőtt gyűjtöttem össze őket, és ebből alakulhatott aztán egy könyv, amiben vannak kicsiknek szóló versek, kicsit nagyobbaknak szóló mesék, nyelvjárás történetek, ami igazából nagyon ritka már, ezek vidám, gyerekeknek szóló nyelvjárás történetek, és hogy ezeket is mindenki tudja olvasni, illetve felhasználni, akár tanárok is, vagy szülők is, ezért ehhez tartozik egy CD is, hiszen sokan ezt már annyira nem ismerik ennek a kiejtését akár, vagy hogyha esetleg a német verseket úgy egyszerűbb felhasználni, ezért van hozzá egy CD is. A nemzetiségi hét keretein belül az iskola pedagógusai évről évre igyekeznek színes programokkal készülni a tanulók részére. A program részeként a tanulóink ellátogattak már Mecseknádasdra, a Német Nemzetiségi Tájházba, tanúsvényen ismerkedtek meg a sváb hagyományokkal, lampionkészítő verseny volt, és elvileg egyébként a csúcspontja ennek a hétnek a mártonnapi felvonulás lett volna. Sajnos a járványügyi helyzet miatt ezt el kellett halasztanunk, illetve ebben az évben nem tudjuk megtartani. Nem csak a Széchenyi István Általános Iskolában ünnepelték a Nemzetiségi Hetet, a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában is sokszínű programokban vehettek részt a diákok. Nemzetiségi Hetünknek a programai főként a Hochzeit, a házasodás, német-sváb házasodási szokások, lakodalmi szokásokkal kapcsolatos most. Tegnapi napon például gyerekek beöltöztek Brautnak és Brajtigámnak, tehát vőlegénynek és menyasszonynak, és bemutatták a piciknek, elsősöknek, másodikosoknak, hogy hogyan néztek így a tradíciókat, próbáljuk feleveníteni. Az eddigi évektől eltérően nem csak a diákoknak készültek programokkal. 10 évvel ezelőtt indult útjára a Wilhelm Knabel konferencia, amit még az iskola egykori igazgatója, dr. Bechtel Helmut Hermann hívott életre. Pár év kihagyás után döntött úgy az iskola vezetősége, hogy újra szeretnének teret adni ennek az eseménynek. A mai napon pedig ezt a Wilhelm Knabel konferenciát szerettük volna, ami igazából a helyi pedagógusoknak, környékbeli pedagógusoknak, szor óvonőknek szól. Lesz egy Koch Valéria kiállítási megnyitó, amit a Neue Zeitungtól kaptunk meg, ezt bemutatjuk a gyerekeknek is majd, illetve erről fogunk Mária Wolfhardtól egy előadást hallani. Majd 3 szekcióra bomlik a konferencia, ahol az Eine Sprache, Eine Person, azaz az egy nyelv, egy személyről fogunk előadást hallgatni, illetve dr. Bechtel Helmut Hermann is fog előadást tartani. Az iskolában a nemzetiségi hét alatt Koch Valéria költeményeihez készített rajzillusztrációkat is meg lehetett tekinteni a kongresszuson. Előadást tartok Koch Valériáról, életművének néhány szeletét szeretném bemutatni egy PowerPoint előadás keretében, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt van az a gyönyörű kiállítás, amely 2019-ben Koch Valéria születésének 70. évfordulója alkalmából a Neue Zeitung hasábjain megjelent. Az az egyéniség, aki számunkra, a magyarországi német irodalom számára igazán fontos, most itt a Tolna megyei, a bonyhádi tanárok körében, és hát reméljük, hogy jó fogadtatásra talál, és még közelebb kerül hozzájuk. A kiállítás célja, hogy az illusztrációk által felhívja az iskolások figyelmét Koch Valéria verseire, a költőnő munkásságára.